Először a Fidesz decemberi kongresszusán beszélt arról Kövér László, hogy azt szeretné, ha a nők élet célja az lenne, hogy gyereket szüljenek. Szeretnénk, hogyha a lányaink pedig az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk. Hasonló véleményt fogalmazott meg Kovács Ákos zenész is, aki az Echo TV-nek azt mondta, a nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak, hanem az, hogy gyereket szüljenek és anyák legyenek. Ezután döntött úgy a Magyar Telekom, hogy nem támogatja tovább a zenészt. Kövér László most szintén az Echo TV-ben ennek kapcsán azt mondta, a multi cégek célja a családok szétrohasztása. Ők ilyenek. Ez a világ, ez azért olyan, amilyen, mert a multik érdekei mozgatják. A családok szétrohasztása, szétbomlasztása, a nemzetek felbomlasztása, az mind annak a világnak az érdeke, amelyiknek már szűkek a nemzethatárok is, nem akarják egyáltalán ezek az érdekcsoportok, hogy bármilyen politikai, demokratikus ellenőrzés fölöttük legyen. Arról is beszélt, hogy a Telekom menedzsmentjében olyan emberek ülnek, akik nem vitaképesek, és csak a gyalázkodásban merül ki a vitakultúrájuk. Szerinte cinkosság lenne úgy tenni, mintha Európa és Magyarország legnagyobb baja nem a népesség fogyása volna. Az MSZP budapesti elnöke szerint a házelnök gondolkodása maradi. Nézze, valamikor a nők nem tanulhattak egyetemen. Valamikor a nők nem szavazhattak. Én azt hiszem, aki így gondolkodik, az minimum 100 évvel le van maradva. Én szerintem unokázni most már Kövér úrnak kellene inkább visszamennie, mintsem, hogy politizáljon. A kormány egyébként a Telekom döntése után az összes mobil internet szerződését felbontotta december közepén a távközlési céggel. Igaz, ezek az év végén amúgy is lejártak.